Nyíregyháza bemutatkozó kisfilmjével kezdődött a Városháza Krudi termében az a partnerségi találkozó, amelyen 11 pedagógus és intézményvezető vett részt. Ők Ciprusról, Görögországból és Portugáliából érkeztek, és a Tempusz közalapítvány pályázatának köszönhetően látogattak el a Szabolcsi megye székhelyre. 7 napot töltenek itt a külföldi országok képviselői, 11 pedagógus kolléga és 16 gyerek látogatott el az intézményünkbe. Nagy öröm számunkra, hogy a 3 partneriskolánk intézményvezetője is hozzánk érkezett. Így nagyon hatékonyan tudunk nem csak a pedagógus kollégákkal, hanem az intézményvezetőkkel is beszélgetni arról, hogy melyik országban, hogyan és milyen módon történik a mindennapi oktató-nevelő munka, illetve konkrétan a játékot hogyan lehet bevonni a mindennapi munkánkba. A BEM intézményvezetője elmondta, a portugál oktatási rendszert már láthatták a nyíregyházi iskola tanárai és diákjai, akik 5 napot töltöttek el Lisszabonban a pályázat keretein belül. A program alatt a külföldre érkező diákok családoknál laknak, az iskola működése mellett így a helyiek hétköznapjaiba is betekintést kapnak. Nyíregyháza címzetes főjegyzője a partner találkozón arról beszélt, hogy a város kapcsolatépítése szempontjából kiemelkedően fontosak az ilyen események. Nyíregyháza, mint egy fejlődő magyar nagyváros a maga 120 ezer lakosával, nagyon nagy gondot fordít arra, hogy megmutassa magát nem csak itt, hanem határainkon túl is, és nagyon fontos az, hogy a mi diákjaink is, a mi pedagógusaink is találkozzanak külföldi hasonló korú fiatalok, illetve hasonló munkát végzőkkel, hiszen ezek a tapasztalatok aztán mind a munkában, mind az életben hasznosíthatók. A főjegyző hozzátette, az Erasmus programban Nyíregyháza általános és középiskolái kiemelkedően aktívak, amelyet a városvezetés is támogat. Ezeknek a programoknak a részeként minden hozzánk érkező csoport ellátogat a városházára, ahol a megyeszékhely történetével, működésével és irányításával is megismertetik a vendégeket.